Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az első alkalmon. Úgy gondoltam, hogy az OSK most se legyen teljesen zárva, és ezért aztán ezt az online sorozatot találtuk ki, hogy ezáltal a gyűjteményt egy kicsit lehessen bemutatni, érzékeltetni, és azt is, hogy továbbra is folyik a munka a falakon belül. Bocsánat, közben még beengedek néhány embert. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy amikor éppen nem beszél, akkor a mikrofonját halkítsa le, a kamerát önökre bízom. Én is el fogok tűnni a képernyőről, mert majd a vetítés fogja uralni a terepet. Aki szeretne kérdezni, praktikus inkább az előadás második felében kérdezni, az pedig itt lent találhat ilyen integető ikonokat, és akkor valószínűleg fogom látni, hogyha valaki szeretne megszólalni, de végső esetben nem szoktam megbántódni akkor sem, hogyha szavamba vágnak. Van-e még praktikus mondani való? Körülbelül 45-50 percig fogok beszélni, és akkor utána megnyitom a kört, hozzá lehet nyugodtan szólni, lehet kérdezni is, akinek ahogy tetszik. Tehát lehet, hogy rögtön bele is vágok, hiszen az idő az gyorsan el fog repülni. A videót azt, vagy itt a saját kamerámat kikapcsolom, és meg fogom osztani a vetítést. Tehát Ady Endre portréiról lesz szó a továbbiakban, és rögtön az elején föltennék néhány kérdést, amire majd igyekszem az előadás során kitérni, illetve megválaszolni ezeket a kérdéseket. Ugye a portré festészet az egy ősi műfaj, ősi képzőművészeti festészeti műfaj, és a portré festészetnek is, illetve a portré fotózásnak is tulajdonképpen az a fő kérdése, hogy hasonlít-e a portrén látható személy a valós személyre, tehát itt egy hasonlóság, mimézis kérdés áll mindig ennek a középpontjában. És a másik fő kérdés, hogy a portrén látható személynek a jellemét, az identitását próbáljuk megragadni, amikor a személyt szemléljük, illetve maguk a festők vagy a fényképészek is általában ezt próbálják valahogy visszaadni a kép segítségével, hogy hogyan ragadható meg egy személyiség, hogyan ragadható meg egy karakter, hogyan ábrázolható a jellem. Nagyon sokáig, a 19. század végéig tulajdonképpen ezt a fő lényegi jellemvonást keresték a portréban. Ugye, amikor a pozitivizmusnak az eszméje volt meghatározó vagy uralkodó, akkor ezt a faculté maîtresse kifejezéssel is még inkább nyomatékosították. A faculté maîtresse az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy olyan fő tulajdonság, egy olyan fő karakter vonás, jellemvonás, amelyből levezethető tulajdonképpen az egész személyiség, illetve az egész... Én mindent megnyomtam, ami létezik. Nem tudok angolul. Alul látszik a kis mikrofon gomb, azt kellene megnyomni, és akkor ha áthúzza egy piros vonallal, akkor nem fogjuk hallani. Hát össze-vissza be. Bocsánat. Igen, igen, igen. Csak arra nyomjon rá, hogy Országos Széchenyi Könyvtár, akkor megjelenik a honlapja. Mindjárt közli, hogy zárva van a könyvtár, meg hogy hangtár, meg nem tudom. Elnézést, ki tudja kapcsolni a mikrofonját? Nem. Nem tudom, ki behallatszik? Hát igen. Hogyne. Jó, akkor kikapcsolom az egészet, úgyse tudok eljutni az előadásig, úgyhogy. Tehát elnézést kérünk.
Tehát ott tartottam, hogy ezt a lényegi jellemvonást próbálták ugye megragadni a 19. század végén, és ebből próbálták levezetni ugye a szerzőnek az alkotásait is. De tudjuk, hogy ez most már nem teljesen állja meg a helyét, és a portréval is már újabb szándékok, illetve újabb, hogy mondjam, gondolatok is megjelennek a portré műfajával kapcsolatban is. De ez a felvetés azért lehetséges itt Adinál, hiszen Adinak a portréi még ebből a gondolatkörből, ebből a korszakból kerültek ki tulajdonképpen. Cicerónak a gondolata az, hogy a távollevő helyett, a távollevő személy helyett a helyén megjelenik tulajdonképpen a kép, annak a valakinek a képe, és hogy a baráti érzületet, a szimpátiát, az tulajdonképpen a kép nézése is felidézi, és kiválthatja. Tehát tulajdonképpen az az érzés, és azok az emberi érzések, amik egy kép szemlélése során megjelennek az emberben. Arrébb is megyek, mert rám szólt, hogy kapcsoljam ki a mikrofonomat. Fasz meg, akkor kapcsolom ki. Nem, az belefogott. Valami végtétel van. Ó, Istenem. No, tehát azok az érzések, még neki futok ennek a gondolatnak, elnézést, remélem sikerül belerázódni a mindenkinek, főleg nekem. Tehát, hogy azok az érzések, amiket a kép kivált, azok mindig is nagyon, nagyon is jelen idejű érzések. Hát ilyen még nem volt, ne haragudjon. És ezek az érzések ugye akkor is jelen idejűek, hogyha a portré vagy maga a kép több száz évvel korábban készült. A másik érdekes gondolatot Merleau-Ponty vetette fel a portréval kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az ember az mindig az idegen pillantás, idegenek pillantása és tekintete előtt vagy közepette jelenik meg, és hogy tulajdonképpen mindig ezzel a úgymond nyilvános megjelenéssel, az emberek közötti megjelenéssel igyekszik igazolni önmagát és önmaga létét, önmaga személyiségét. Tehát az ember az tulajdonképpen, mint hogyha mindig a mások tekintettel, a mások előtt válna igazzá. Tehát ami ő, az soha nem önmagában ő, hanem mindig valahogy az embertársai között, és ez a portrénál, a portré kapcsán, vagy a portré esetében még hangsúlyosabb. Viszont még egy felvetést tennék az elején, és aztán igyekszem elszakadni itt az elméleti bevezetőtől, és nézzünk sok-sok képet, hogy azért ne feledjük el azt, hogy a portrék azok ugye mindig abban az egyszeriségben léteznek, ahogy lefestették, vagy ahogy lefotózták az adott személyiséget, és hogyha a kép teljesen transzparens lenne, vagy tehát átlátszó lenne, akkor tulajdonképpen hozzáférnénk a személyiséghez. De tudjuk jól, hogy ez nem így van. A kép nem transzparens. Ez azt jelenti, hogy a képnek van egy anyaga, a képnek van egy ábrázolásmódja, a képnek van egy szerkezete, kerete, nagyon-nagyon sok mindene van, és amikor szemléljük ezt az adott személyt, akkor tulajdonképpen a személy és közénk mindig odaáll a kép, mindig ott van a képnek az anyagisága. És gondoljanak bele, hogy mennyire más érzeteket kelt fel mondjuk egy olajfestmény, mennyire más gondolatokat, képzeteket kelt fel mondjuk egy grafikai ábrázolás, és mennyire más képzeteket kelt fel a fotográfia, a fénykép. És ugye amikor azt mondom önöknek, anélkül, hogy látnánk bármit, hogy egy fényképet mutatok, akkor rögtön mindenkinek egy vizuális kép beugrik, legyen az színes, vagy legyen az fekete-fehér,
de a fotó, a fénykép az együtt létezik tulajdonképpen magával, az anyagával, a textúrájával, a szemcséivel, vagy hát régen, amikor még ugye papírképeket használtunk, akkor ennek a papírnak, a csillogásnak, a felületnek a mindenségével együtt szemléljük tulajdonképpen a képeket. Na most hát ezeket a kérdéseket fogjuk egy kicsit körbejárni Adi portréi kapcsán. Ugye Aditól rengeteg kéziratos hagyaték található az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában, és a kéziratos anyagok között fotográfiák is szép számban. Most egy-két kivételével igyekszem olyanokat mutatni, amelyek az OSK-ban találhatók meg. Ez nem jelenti azt, hogy máshol nem, mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumban vagy más könyvtárakban, hiszen a fotónak az a előnye és szerencséje, hogy egy negatívról rengeteg pozitív kép készült, és erről is majd még egy kicsit lesz szó a későbbiekben. Most szintén beengedek néhány jelentkezőt, mert még mindig jönnek. És akkor folytatom. Ugye a portréknak a legfőbb vonása, hogy hát tulajdonképpen a portrék azok, amik rögtön az arc által ragadják meg az embert, az arc által próbálják megőrizni valamilyen módon a szemét, és Adiról, Adi arcáról rengeteg leírás készült életében vagy halála után, inkább halála után a visszaemlékezésekben, és ilyen megfogalmazások íródtak vagy készültek Adiról. Gőg, asszonyi ellágyulás, hisztérikus idegesség, ordító, dű, simogató, kedvesség váltakoztak rajta, mint októberi égen ború és derű. Vagy például Adi arcának a fiatalságot sokáig megőrző sugárzását, lélekállapotának árnyalatait és villanásait, kaleidoszkóp változékonysággal tükröző voltát, melyben minden érzelem végighullámzott, tekintetének kultikus varázsát, megbűvölő erejét, mindezt meg annyi kortársi leírás és megemlékezés megörökíti. Írja róla Kovalovszky Miklós, utalva más leírásokra is, de itt arra a kifejezésre hívnám fel a figyelmet, hogy a lélekállapotának árnyalatait és villanásait és kaleidoszkóp változékonysággal tükröző volták. Tehát ez a kaleidoszkóp az, ami tulajdonképpen minket érdekel, hogy hogyan is ábrázolták Adit, és hogy ez a változó hangulat, ezek a változó árnyalatok, ezek hogyan mutatkoznak meg az ő arcán. Adiról egyébként az arcáról rengeteg mindent leírtak, fotók nélkül is, és érdekes volt az is, hogy az arcát azt mennyire egzotikusnak találták. Ez a kép, amit itt láthatunk, ez még akár egy 18 éves kori képe. Ez a fotó található, hát így ki is lehet találni a jobboldali változatból, az Indexében, amikor a jogi karra járt Debrecenben, és ez a 18 éves kamasz fiú, aki az Index fotón szerepel. Adi arcát nagyon sokszor egzotikusnak tartották, nézték őt maharadzsának, cigányprímásnak, hindunak, és főleg a szemeit, a dióbarna szemeit, az olajos szemeit, tehát ilyen jelzőkkel illették, ezeket emelték ki. Ugyanakkor a leírásokban az is megtalálható, hogy nagy volt a felső teste, tehát szép mellkasa volt, erős felső teste volt, és ehhez képest viszonylag kicsi, és vagy rövid, és vékony lábakkal rendelkezett.
Ugye ezzel ritkán szembesülünk manapság, mégpedig azért, mert Adi nagyon jól felismerte az ő aránytalanságát és hátrányait, és ezért aztán nem is szerette magáról az állóképeket, vagy az egész alakos képeket. Tehát megfigyelhetjük majd azt, hogy a legtöbb esetben mellképek, vagy ülő képek találhatók róla, vagy kifejezetten portrék. Egyébként az is elhangzik vele kapcsolatban, hogy ezek a vékony lábak, ezek tulajdonképpen az életmódját is meghatározták, nem szeretett gyalogolni, és nem is tudott kitartóan gyalogolni. És a külső leírások az arcon kívül, még azt is, és a testalkaton kívül is megjegyzik, hogy az öltözékét, hogy nagyon hatásvadász volt az öltözéke, erőteljesen követte a kor divatját, kifejezetten piperkőc személy volt, jól ápolt, egyéni stílussal, egyfajta dandy-szerű elegancia jellemzi, és nem tipikusan a költő. Szerintem még sülhetett volna. A költőnek a viseletét favorizálta. Aztán a fotózáshoz való viszonyáról, itt például látható egy kép, ugye ő a baloldali, ez pedig ez a kép, ez... Ez Zilakon készült az érettségi utáni ősszel és nyáron, és ezen látszik például ez a rövidlábas alkat. Itt ugye még ő nem volt költő, ez a kép 1896-os, Goldstein vagy Vég Miklóssal látható a képen, aki gimnáziumi barátja volt, és a helyi szeszkereskedőnek volt a fia, és egy együtt töltött nyári tivornya után tulajdonképpen így elmentek egy lerészegedős éjszaka után elmentek fényképezkedni, és Zilahon készült ez a fotó. Ugye a fényképezéshez való viszony, Adinak a fényképezéshez való viszonya, említettem azt, hogy nem szerette magáról az állóképeket, sokkal jobban kedvelte a portrét, vagy a félportrét, tehát hogy a deréktől fölfelé ábrázolt portrét, mert hogy ő is beletartozik az embereknek abba a nagy-nagy csoportjába, hogy az emberek a fényképezéshez nagyon sokáig, amíg ez alkalmi dolog volt, nem voltak amatőr fotósok, nem voltak spontán képek, ugye ez nagyon megváltozott napjainkra, de hogy az emberek azok a fényképezéshez általában pózokat vettek fel, sokszor kiöltöztek, és a kamerába néztek, megdermedtek tulajdonképpen, egy ilyen méltóságteljes tartást vettek fel. Gondoljunk például a régi családképekre, a két világháború közötti családképekre, az tulajdonképpen egy társadalmi státuszt jelölt mindig, hogy ki hol található a képen. Fel tudunk idézni ilyen családi portrékat, ahol középen vannak a nagyszülők, oldalt a szülők, és a gyermekek mondjuk fölül helyezkednek el születési sorrendbe, vagy középen a legnagyobb és oldalt a kisebbek. Tehát a fotón általában a társadalmi rangot, a társadalmi szerepet Elnézést megkérnék mindenkit, hogy kapcsolja ki a mikrofonját. Alul található egy menüsor, és ott a mikrofongombra kellene rákattintani. Köszönöm szépen. Barabási. Tehát a társadalmi szerepüket érzékeltették, vagy nem csak az esküvői képek voltak divatban, vagy a családi fotográfiák, hanem nagyon sokszor, amikor a fiatal férfi katonaként elvonult a faluból, illetve azokat a társadalmi szerepeket, foglalkozásokat is. Jó, akár puszi nekem, szia, de szia.
azokat a foglalkozásokat is érzékeltették, amelyek tulajdonképpen, amelyekben betöltötték az ő saját szerepüket. Adi azt is tudta, hogy a költői én a külső megjelenésen is észlelhető, és a 19. század végétől ugye a verbális kommunikáció mellett a vizuális kommunikáció is szerepet kapott. A vizuális megjelenítés fontosságát már a 19. században felismerték, tulajdonképpen ahogy a fotográfia egyre népszerűbbé vált. Érdekes az is, hogy például a 19. századnak az alkotói, ők nem nagyon szerették még a fotográfiát, Arany, Jókai, Mikszát tiltakoztak ellene, de érdekes módon mégis részt vettek már ebben az össztársadalmi játékban, tulajdonképpen megfeleltek a tőlük elvárt szerepeknek, és egy-egy felkérés, egy-egy folyóirat vagy újság megkeresésére azért mégiscsak kamera elé voltak hajlandók állni. Ez megváltozik már Adinál, illetve hát a nyugat időszakára. Ekkor a költők nem csak eltűrték, vagy az alkotók nem csak eltűrték tulajdonképpen ezeket az alkalmakat, hogy nekik fényképezőgép elé kell állniuk, vagy kivonul a fényképész, vagy műterembe kell vonulniuk, hanem már ők maguk keresték az alkalmat, hogy megmutatkozhassanak vizuálisan is. És Adi úgy gondolta, hogy a fénykép az az olvasói kíváncsiság kielégítésére egy remek eszköz, és például erről úgy nyilatkozik egy alkalommal, amikor Székely Aladárnak, a fényképésznek Írók és Művészek című kötetének előszavába ír, azt írja, ma már van publikumunk, mely érdeklődik művészeink személyisége iránt, és talán még nagyobb olyan publikumunk, melynek érdeklődése csupán ennyi. Tehát nagyon jól felismerte azt, hogy vannak, akik már, hogy mondjam, nem a művekhez nyúlnak elsősorban, nem a versek vagy a regények olvasásával kezdik, hanem tulajdonképpen a portrén keresztül próbálnak valahogyan kapcsolatba kerülni ezekkel az egyre népszerűbb személyekkel. És még egy dolgot megemlítenék, hogy a 19. század vége felé, vagy második felében volt divat a fiziognómia, hát tudománya, vagy hóbortja, nem is tudom, hogy nevezzél. Ugye az, amikor az arcvonások leírásából, összességéből, ismeretéből, tehát az arcjegyekből, arcvonásokból próbáltak következtetni mondjuk egy adott személyiségre, mondjuk a hegyes, kemény állból, vagy az orrnak a metszéséből, az ajkaknak a húsosságából, és ugye azt vallatták, vagy sokan azt tartották, hogy a zseni jegyek, a zseni jegyei azok ezekben az arcvonásokban is tetten érhetők. Tehát Adinak már tulajdonképpen az imás formálásához, az önarcképéhez már számos saját önarcképének a formálásához már több eszköze is volt, és ezeket mind-mind kiaknázta. Mondhatjuk azt, hogy az első celeb volt a 20. század első felében, vagy az első celebek egyike, hiszen egyrészt a szövegben és képben egyaránt formálta arcmását, nagyon foglalkoztatta őt a megmutatkozási vágy, a mások tekintete által való létezés, az önmegsokszorozás, a képarc működése és hatása. Ugye hát egy úgy gondolta, hogy az irodalmi arc a szövegekben közvetetten működik, erőteljesen rajta van a szövegeken, a verseken, az esszéken, a pamfletteken, az írójának a szubjektivitása, viszont a vizuális arc az sokkal közvetlenebbül hat,
és a portré az tulajdonképpen egyfajta testi kapcsolat az íróval. És az írott és fényképezett arc mellett egy harmadik kézjegy is megjelent Adinál, és ez pedig a kézírás volt, és a kézírás, ne felejtsük el, ennek még lesz szerepe a későbbiekben. Csak annyit tennék hozzá így előjáróban, hogy az írói alkat megítélésében maga a kézírás, a kéziratnak a minősége, a grafikus megjelenése is szerepet játszott. Tehát szöveg, írás, arc és kézírás hármassága az, amely az ön arckép formálásnak az eszköze lehetett. Ezen a képen frontálisan látjuk Adit, ugye ez a bérletének a fotója, ez egy 1908-as kép, és a következő fénykép is 1908-ban készült, ez Adi, nagyváradi portréja, ez egy ismeretlen portré, de ezen már nagyon erőteljesen látszik az a fajta beállítottság és az a fajta költői póz, amit mutatni szeretne magáról a külvilág felé. Ugye nézzék meg, hogy a tekintet az a távolba réved, és nem néz közvetlenül a kamerába, tehát nem néz ránk, nem néz a nézőre, hanem egy kicsit, hát neki balról, nekünk jobbról elnéz a kamera mellett. És ezen a képen félportréban láthatjuk a költőt, erőteljesen retusált kép, ugye a fény az a profilnak a jobb arcán van kiemelve, és ezáltal a két arcfélteke, vagy az arcnak a két oldala más-más benyomást is kelt. A következő portré, amiről... ja igen, itt már a szemnek ugye a fontosságát kiemelném több visszaemlékezőtől is. Léda írja azt, hogy sosem láttam ilyen szemeket, a tekintete, amelyet le nem vett rólam, nyugtalanított, és amikor elmentem, tekintete rajtam maradt. Rip Rónai József, aki pedig sokat foglalkozott Adi portréjával, illetve hát Adi lefestésével, azt mondja, szemei nem csak azért voltak szépek, mert feketék, mint a bogár, de azért főleg, mert álmos nézése, mély és szerelmes, oly sokat mondó, hogy merem állítani, ha csak a szemeit rajzoljuk is meg, már egy igen hasonló Adit kaptunk. Én, amikor festettem, legtöbbet a szemét néztem. Erre fektettem a fő hangsúlyt. Évekig beszélgettem ezekkel a nagyérzésű, okos szemekkel. És így tovább. És hát most érkezünk el Adinak ahhoz a portréjához, ami talán a legnépszerűbb és a legismertebb. Ennek a fotónak óriási nagy szerepe van, ez egy 1909-es vagy 1908-as fotó pontosabban, és ez a kép óriási karriert futott be, ugye a fényképész az már Székely Aladár, ő készítette ezt a képet, akivel egyébként majd lehet, hogy a végén lesz rá idő, hogy beszéljek egy kicsit Székely Aladár és Adi kapcsolatáról, de Székely Aladár 1907-től készít Adiról képeket, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Adi fő udvari fotósává lép elő, tehát gyakorlatilag csak vele szerette magát fényképeztetni. Nagyon sokszor, amikor Nagyváradról, vagy hát később inkább már Csucsáról, vagy Párizsból, amikor hazatér, akkor is képes arra, hogy Székely Aladárt felkeresse, tehát hogy sokszor szándékosan azért utazik fel, például Csucsáról, Csinszkával, bocsánat, sokat sík, tehát Csinszkával, hogy kifejezetten Székely Aladárral fényképeztesse le magukat. Ez a könyökös kép nagy hatással volt az előre, egyébként köztük Csinszkára is,
akinek a fiatal lányként a szerelmét lobbantotta fel ez a fotó, a fiatal Adi ökörre borult álmodó feje. Olyannyira sikeres lett ez a kép, hogy ez a felvétel 1000 szám volt forgalomban, Adi is használta, főként erre dedikált, ezt küldte dedikációul. Ugye divat volt a korszakban, hogy a fotó hátulján egy dedikációval postán érkezzen meg az imádott hölgyhöz, vagy hát a megtisztelt személyhez, és amikor felolvasott verseiből dedikált alkalmaira, dedikációs alkalmaira magával vitt egy-egy ilyen pakli arcképet, és tulajdonképpen ez a önreklámnak, az önreprezentációjának egy fontos eszköze volt. Mi lehet ennek a fotónak tulajdonképpen a varázsa, miért találhatjuk ezt manapság is sikeresnek, illetve hát a korabeliek mit láthattak ebben a képben? Ugye azt írja róla Csinszka, hogy a fiatal Adi ökölre borult álmodó feje, hát pontosan ezt a költői személyiséget láthatják benne. Itt az előző portréhoz hasonlóan, mint hogyha annak tükörképe lenne, a másik oldalra borul a fej, vagy billen el a fej, és itt sem néz a kamerába a tekintet, de nem előre mered a távolba, hanem kissé fölfelé néz, ami ugye ezt az álmodozást, ezt a kicsit a valóságtól, a realitástól elrugaszkodott költői attitűdöt érzékelteti. A másik fontos vonása ennek a képnek, hogy olyan a háttér, úgy van megalkotva, hogy tulajdonképpen nézzék meg, hogy még Adi bal oldalán a válnak a vonala sem rajzolódik ki, a jobb oldalt is a kéznek az éle és a manzsettának a vonala látszódik, de a tulajdonképpen maga az öltöny és a háttér egybe mosódik, és ebből a szinte homogén háttérből emelkedik ki maga a portré, maga az arc, és nézzék meg, hogy már a nyakkendő felé, a gallér felé már elmosódik maga a kép. Nincs semmi zavaró elem, nincs semmi tárgy tulajdonképpen, ami elvonná az arcról a figyelmet, talán a legerősebben a manzsetta és a manzsetta gomb, még ami megemlíthető. Nincs székhez láncolva tulajdonképpen, és minden ezért a tekintetre, az arcra és a kézre irányulhat minden figyelem. A nézés az tulajdonképpen az a tekintet az mindig az, amivel a maga a portré kapcsolatba kerül a nézőjével, de ugye ezen a portrén az alany nem néz a szemünkbe, megint csak nem néz a szemünkbe, kerüli a tekintetünket, és ezért aztán mi szeretnénk vele kapcsolatba kerülni, de képtelenek vagyunk vele. Ugye akkor tudunk jól kapcsolatba kerülni egy portréval, hogyha ránk néz a tekintet, tulajdonképpen a portré tekintete, amennyiben kinéz a képből, megnyúlik a néző felé, mint hogyha kinyúlna a képből, mint hogyha megragadná a nézőt, vagy a nézőnek a tekintetét. Viszont ez itt lehetetlen, és mégis ezzel a lehetetlen kapcsolattal, a kapcsolatnak a vágyával hívogat talán minket magához. A portrén egyébként a portréknak a hogy mi tart össze egy fényképet, mi tart össze egy portrét. Nagyon sok elméletíró azt vallja, hogy maga a tekintet az, ami a portrét, hogy mondjam, elsősorban meghatározza, bárhova is nézzen. A másik pedig, hogyha van a portrén ilyen, akkor a kéz. Az a második dolog, amit észreveszünk általában egy fényképen, vagy egy portréképen.
haladok tovább, mert az idő is nagyon megy. Ez a testtartás, vagy ez a beállítás egyébként nem Székely Aladár leleménye, hanem ez az álmodozó, sokszor buskomor művészportré, ez hát ikonográfiailag egy elég elterjedt hagyományra néz vissza. Itt a bal felső kép az Dürernek a Melankólia című grafikája, vagy hát képe, és ez a melankólikus, magába révedő testtartás pozíció, amikor a fejet megtámasztja a kéz, ez itt már látható, de látható Munknak a képén is, illetve látható a Riprónai által festett Babits portrén is, ami kifejezetten ezt a költői gyötrődést, gondolt érzékelteti. De érdekes módon a kéznek és a fejnek ugye egy térbe helyezése, egy kompozícióba helyezése, hogyha a kéz nem is megtámasztó szereppel bír, látható már több fotográfián is. Itt a bal alsó kép az Bozsárt ábrázolja, a Adi mellett jobbra pedig Babits található. Ugye mennyire hasonló a kéztartás. És képzeljétek el, hogy hát felmentem a netre úgy érdekességből, és 10 perc alatt vadáztam össze úgy adhok jelleggel ezt a rengeteg portrét. Vannak itt festmények is, és vannak itt fotográfiák is. Mind-mind kéztartás és portré vagy arc együttesét ábrázolja. Hogyha szétnézünk ezen a táblón, akkor megtalálhatók itt a magbaroskodó, melankolikus, gondterhelt írói tekintetek, az érdeklődő, a kíváncsi, vagy úgy egyáltalán a kézjegyet és a portrét együtt ábrázoló, együtt komponáló alkotásokat. Lehet gondolkozni közben, hogy biztos van, akit rögtön felismertek, és nyilván ez a dolog nem evidens, hogy kik vannak a portrékon. Annyit elárulok, hogy a festményeken 19. századi költőket hívtam be, és úgy tűnik, hogy a költőnek a póza, a fiziognómia, a portré általi megjelenítődés, tehát az önmegjelenítés, az azért ezzel a romantikus, már individualizáló költőszereppel vagy költőképpel együtt terjed el és válik népszerűvé, de megfigyelhető, hogy időben talán a legújabb fotó a Nemes Nagy Ágnesnek a képe, és hogy ugye ez a beállítás, ez azért még azt gondolom, hogy a mai napig is népszerű és gyakori. Hogyha tovább haladunk, akkor azt is megemlíthetem, hogy Adiról nem csak szembe helyezkedő portrék készültek, hanem profilban is láthatjuk őt, és a profilkép egyébként, a profilból való ábrázolás, az szintén egy nagyon régi hagyományra megy vissza, már ókori uralkodókat pénzen, plasztikán divat volt profilból ábrázolni, úgy tartották, hogy ez adja vissza a legjobban, egy arc él az adott személynek a karakterét, gondolhatunk Dante ábrázolására később, vagy más prominens személyek, uralkodók ábrázolására. Ez közvetítette tehát leginkább a személyiség jegyeket, és a profil ábrázolásnak egyfajta jelentés töbletet tulajdonítottak. Adiról is több profilkép készült,
arcszéle egészen másként mutatott, mint a szemben elhelyezkedő arc, és érdekes módon a profil mellett félprofil képek is jellemezték, vagy sokszor kerültek ki a fényképészek kezei közül. De ezek úgy gondolom, de mindenki saját maga döntse el, hogy nem múlják fölül ezt a bizonyos könyöklős képet. A baloldali kép, például szintén Székely Aladár készítette, ez az 1908-as ábrázolás, és itt rögtön egy játékra hívom mindjárt önöket, hogy illetve nem ezzel kapcsolatban. Itt elárulnám azt, hogy Adinak szokása volt a képekre, a fényképekre dedikációul mindenféle szövegeket, üzeneteket, kedvességeket írni, és ezek a képek nagyon sokszor passzpartúval, vagy ilyen papírkerettel kerültek ki Székely Aladárnak a műhelyéből, de Adi gond nélkül ráírt magukra a fényképekre is, viszont érdekes, hogy nagyon ritkán hatol be magába a portréba, tehát az arcára nem nagyon jegyez semmit, tehát mintha az arcot tiszteletbe tartotta volna, illetve kiegészíti a kézjegy, az írás, a kézírás, magát a portrét, a fotót, és a kettő együtt ugye így válik tulajdonképpen egy igazán önreprezentáló gesztussá annak, akinek ezt szánja. És ugye emlékeznek arra, amit az előadásom egy korábbi pontján mondtam, hogy a szöveg, tehát a megfogalmazott műalkotás, a vers, a kézjegy és az önarcképnek, vagy a fotónak a hármassága az, ami ezt az önimage, önimázs építést jelentette nála. Tehát ez a verbális kommunikáció, amit rávisz tulajdonképpen a vizuális felületre, ez egy érdekes, sajátos vonás Adinál. Kérdés ebben az esetben, hogy az írás alárendelt vagy egyenértékű szerepet játszik-e a pozitív felszínén, vagy a passzpartún, vagy a szó csupán az egy díszítő elem. Más költénél nem igen találkozunk ilyennel. Itt tulajdonképpen egy újfajta formát hoz létre, tehát a vizuális kép az együtt él az írás képpel, és az arcképe felületét ő tudatosan üzenőfalnak tekinti tulajdonképpen. És ahogy mondtam, a kép szabad terét használja ki, és az arc felületét azt tiszteli. Itt a baloldali képet szintén Székely Aladár készítette 12-13 környékén, és itt ugye látható, hogy mennyire más, mennyire dacosabb ez a lehajtott, szinte konok fej, mint mondjuk a másik portrén, a baloldalin ez a megemelt büszke kép. Itt a következő páros, ez is egy tipikus Adi ábrázolás, hogy nem profilból ábrázoltatta magát, vagy ábrázolta őt, vagy fotózta őt Székely Aladár, hanem ezekből az úgynevezett félprofil beállításokból, és ebből a baloldaliból több példány is megmaradt az Országos Széchenyi Könyvtárnak, az egyik Kafka Margitnak dedikált, a másik pedig Földesi néninek, azaz Földesi Gyula irodalomtörténész édesanyjának, aki még ekkoriban a barátja. És érdekes, hogy a passzpartúra írta ugyan a dedikációt, de ami nagyon érdekes, hogy a nevét azt ide a kezére, tehát az aláírás, az Adi Endét azt a kéz fejére írta. Ugye hát ezzel ezt a jó játékot érzékeltette, tehát kéz, kézjegy, aláírás, és sorolhatnánk a szabad
asszociációkat ezzel kapcsolatban. Elment sajnos az idő, szerettem volna önöket játékra hívni, de most lehet, hogy erre már nem lesz időnk, csak felolvasnék egy ilyen kis versikét, amit erre a csíkos öltönyös képre írt. Azt írja, hogy íme itt van máma, nincs hozzá ráma, de hasonlít ráma, olyan, mint egy dáma, holott a rang száma, első dalai láma. Így írtam én, Adid. Na most hát ugye ez nálunk az irodalomtörténészek és kézirat feldolgozóknak, kézirattárosoknak a feladata, hogy tulajdonképpen ezekről a képekre írt kézírásokról, kézjegyekről pontos leírást készítsenek. Adinak nem olvashatatlan a kézírása, tehát ezek megfejthetőek, de sok esetben előfordul az, hogy többen összeülnek, és kéziratot összevetve próbálják tulajdonképpen ezeket a szavakat kisilabizálni, a legpontosabb olvasatot adni ezekről a kéziratokról. Ez a fotók esetében nem biztos, hogy ezek is jelentősek természetesen, de ugye amikor magukat a kéziratokat, szövegeket olvassák, akkor nagyon nagyon jelentéses lehet egy-egy félreírás, vagy egy-egy első változatnak a felfejtése, megtalálása. Adi tehát ilyen képeken építette saját, képek segítségével saját önarc képét és költői személyiségét, de más módon is próbálkozott ezzel, és talán ez lesz az előadásnak egy ilyen utolsó fő csomópontja. 1917-ben fényképezteti le magát Babicssal közösen. Ez a kép Adi kezdeményezésére történt. 1917. júliusában a költő Pestre utazott, 4-5 napot töltött Budapesten, Székely Aladárhoz ellátogatott ekkor is, és Honca Bertával, azaz Csinszkával utazott ekkor Budapestre. És ekkoriban a két költő már túl volt az irigykedés és a háborúskodás korszakán, hiszen a nyugat arculatát együtt formálták, közös költői utat és a magyar költészet újító útját választották mind a ketten. Tehát itt már tulajdonképpen együtt mozogtak, és fontosnak tartották egymás elismerését a másik költőiségének, költőségének, költészetének az elismerését. Állítólag az eset úgy történt, hogy Adi a Bristol kávéházból rángatta ki Babics Mihályt a nyugat szerkesztőségi asztalától, hogy gyorsan menjenek el Székely Aladárhoz, és fényképeztessék le magukat. És ezen a beállított képen egy bibliát szemlélnek közösen, és fontos az, hogy tulajdonképpen ez a Károli Féle Biblia és a kettőjük, ahogy szemlélik ezt a szöveget, hogy ez a kettős portré elkészült. Adi számára ez szintén egy jelentős fénykép volt, amit szívesen osztogatott, amit szívesen népszerűsített magával kapcsolatban, de érdekes, hogy Székely Aladár készítette ennek egy olyan változatát is elkészítette, amelyről Babics alakja ki van retusálva, tehát ugye csak Adi portréja látható rajta, ahogy szemléli ezt a Bibliát, és biztos, hogy ezt Székely Aladár követte el, ezt a retusálást, mert a repro negatívon Székely Aladár szignója hitelesíti ezt az eljárást. Erről még lehetne sok mindent mondani, itt még mutatom, hogy még ezen az alkalmon még milyen portrékat készítettek magukkal, ugye a könyv az mindenképpen fontos, és
És ez az előbbi Adi portré, ez a kettős portré, ez már az Adi kultusz időszakában tölti be igazán a szerepét, mert hogy Adi Lajos is kapott ebből a képből, amikor Adiról írt emlékező kötetet, amely 1923-ban jelent meg, illetve Révész Béla Adi életéről és verseiről készült kötetéhez is juttatott Székely Aladár ebből a kiretusált képből, nem ebből, hanem amin Babits nem szerepel, és ezt szánta tulajdonképpen Székely Aladár Adi album, az Adi album számára is, amely Székely Aladárnak nagy terve volt, hiszen Adi halála után ő volt az egyik első személy, aki az Adi kultuszt elkezdte hát tulajdonképpen működtetni, illetve hát részese volt abban, hogy Adi emléke, Adi kultusza fennmaradjon, vagy hát Adi emléke fönnmaradjon. Ez az Adi album, amit 1926-ban terveztek, ez végül soha nem jelent meg, és valószínűleg ebben Adi Lajosnak volt a legnagyobb szerepe, ő akadályozta meg a jelentős vállalkozásnak a beteljesülését, ugyanis nem tetszett neki Móricz Zsigmond bevezetője, ez a levelezésekből derül ki, és ez a tervezett Adi album, és tulajdonképpen a Móricz által megírt bevezető, és ennek egy ilyen bekötetlen íve fennmaradt Székely Aladár hagyatékában végül, és hát ez soha nem jelenhetett meg, mármint hogy a maga korában ez végül nem jelenhetett meg ez az album, de így nézett volna ki, vagy ez lett volna tulajdonképpen a terv, ez a címlap. Itt látható Székely Aladár, aki tehát egészen 1907-től egészen a haláláig, már mint saját haláláig, 1940-ig ápolja Adival a kapcsolatot, mert hogy a költő halála után, ahogy említettem, tulajdonképpen ő volt az, aki az Adi kultuszt, vagy az Adi kultusz életben tartásában elég aktívan részt vett. És hát Székely Aladáról már sajnos nincs idő megemlékezni, de talán mindenféle érvelés nélkül elhiszik nekem, hogy tulajdonképpen ő volt az a portré fényképész, aki megújította a fényképezésben a portrénak a műfaját, és amit a legfontosabbnak tartott, az az emberábrázolás igazsága, a fotorealizmusa volt, és ő volt az, aki hosszas előkészületeket végzett a fényképei előtt, hosszasan időzött a fényképp alapjaival, beszélgetett velük, próbálta meglesni, megfigyelni jellemző kéztartásaikat, hangulataikat, és utána ezeket a legfőbb vonásokat próbálta a beállításaiba reprodukálni, vagy létrehozni. Tehát ilyen értelemben az igazságra törekszik, de nem feltétlenül a nyers valóságra, a nyers realizmusra, hanem ennek a fő karakterjegynek a megtalálásával, a fő jellemvonások, gesztusok, mimika kifigyelésével tulajdonképpen arra a fő karakterre próbál koncentrálni, vagy karaktervonásra próbál koncentrálni, amivel az előadásomat kezdtem, mert a bizonyos faculté metresre, tehát hogy megragadja tulajdonképpen annak az egyének a legjellemzőbb vonásait, a legjellemzőbb tulajdonságait, és ezt próbálta a beállításaival visszaadni. És Adi fényképezésével, tehát Adi szeszélyes személyiségével és hangulatingadozásaival nem volt könnyű dolga, és ezért is ragaszkodott valószínűleg Adi ilyen erőteljesen Székely Aladár alakjához,
hogy mégis mindaz, ami kikerült Székely Aladárnak a műhelyéből, arra a költő úgy érezte, hogy ez nagyon ő, hogy ez nagyon eltalált valami, és valószínű a kettőjüknek ez az erős összehangolódása, együttmozgása, a Székely Aladárnak ez a Adi személyiségére ráérző vonása volt az, ami az ő kettőjüknek az együttműködését ennyire sikeressé tette. Székely Aladár ugyanak, vagy pedig ezzel a bizonyos könyöklős portréval szintén saját vállalkozását virágoztatta fel. Neki a József körúton volt a fényképész műhelye, de a Váci utcában volt egy kirakata, és az Adi portré ott állt ebben a kirakatban, mint üzletének legfőbb és legismertebb végére. Hát búcsúzóul még talán annyit, hogy 2000 vagy 1907-ben először Lédával jársz. Nem történem, ide jöhetsz az ember részefejtő. Nem, mert akkor elkezdek itt focsogni. Székely Aladár. Jó halkan nézted. Nem szóval? Nem hallok. Nem szóval. Székely Aladárnál 1907-ben jár először Adi Lédával. Keresik fel, Brodi Sándor ajánlja be egyébként Székely Aladárhoz, és ez a kettős portré Léda várandóságának idején készült, és nagyon romantikus módon a portré kinagyítása és elkészülte után az üvegnegatívot összetörte a pár. És hát sajnos tudjuk, hogy ez a közös gyermek sem születhetett meg aztán ebből a kapcsolatból. És itt pedig már Adinak a halottaságya látható, és baloldalt Kóbor Leó grafikus és festőművész, aki már ekkor Adinak a portréját rajzolja, és innentől tulajdonképpen már indul is az Adi kultusz. No, hát akkor most nagyjából befejeztem a mondandómat, még sok-sok mindent lehetne mondani, meg kiegészítést tenni, de biztos gyűlt össze néhány kérdés, úgyhogy átadom a szót, hogyha valaki szeretne hozzászólni, akkor nyugodtan tegye ezt meg.